Ostorcsattogástól volt hangos Siklós és környéke a hétvégén. Idén ugyanis 21. alkalommal rendezték meg a tenkes hadjáratot. Az első években 18 települést érintett az esemény, most azonban csak néhány városba látogatnak el a huszárok és betyárok a háromnapos rendezvény során. Az ezredfordulón indult kezdeményezést eddig minden évben megszervezték, még a tavalyi évben is, amikor a pandémia miatt csak egy szűkörű találkozón vettek részt a tagok. Akkor még ez egy 9 napos túra, lovas túra volt, ami azért embert és lovat próbáló, ezt mondhatjuk nyugodtan, hiszen 300 kilométert lovagoltunk körbe itt a Tenkeshegy körül. Bár a huszárok viselete 100 évente változott, a hagyományőrzők ugyanazokat az értékeket viszik tovább. Siklós területén a 7. huszár ezredet elevenítik fel a bandériumok tagjai, ugyanis annak idején ez a térség volt a csoport toborzó körzete, ahová még Tolna megyéből is érkeztek lovas katonák. A siklósi várban többek között az ilyen események fontosságáról is szó esett azon a találkozón, ahol a település turisztikai ágazatának szereplői vettek részt egy kötetlen beszélgetésen. Mint arról korábban beszámoltunk, Siklós, Villány és Harkány idén együttműködve alakították ki programjaikat. Ez az összefogás adta az ötletet a városi szintű kezdeményezésnek. Arra gondoltunk, hogy ha már ez az összefogás létrejött térségi szinten, akkor igyekeztünk a városban a turisztikában érdekelteket úgy összegyűjteni, egy platformra helyezni, hogy ők is előnyét élvezzék annak a marketing tevékenységnek, amit elindított a város. Itt többek között a vendéglátóegységek, borászatok, szálláshelyadók képviselői vettek részt az eseményen. Az érintettek mind azt várják a szezontól, hogy kárpótolja nem csak a turizmus szereplőit, hanem az ide látogató turistákat is. Szeretnénk minél több embernek megmutatni a mi kis déli szülőhazánkat, ami egy nagyon komplett, komplex kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A fürdő, a bor, a vár egybe. Nem csak nekünk lesz ez jó, szálláshely szolgáltatóknak, vendéglátó egységeknek és akik a turizmus kiszolgálói, hanem én úgy gondolom, hogy mindenki, aki ezt a 6 hónapot otthon home office-ban töltötte, az már alig várja, hogy egy kicsit kirándulhasson, kimozdulhasson. A siklósi vendéglátók, borászok és szálláshelyadók mind arra törekednek, hogy a legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtsák azoknak, akik ellátogatnak egy hétvégére, vagy akár egy teljes hétre. A nyáron pedig számos program közül választhatnak a térségbe érkezők Siklóson és környékén.